ünnepi szentmisén elhangzott, hogy csak a lélekben való megújulás mentheti meg nemzetünket. Idén 7. alkalommal szervezzük meg a Nyugatbácska, úgymond Szent István központi ünnepségét Zomborba. Értelemszerűen a Nyugatbácska magyar lakta településeiből vannak itt emberek, úgyis mint Kubuszináról, Gombos, Doroszló, Szilágyi, Militics, Bezdán. Vannak itt őrszállásról is, ha nem is olyan nagy számba, de igyekeztünk Csonopjáról mindenhonnan összeszedni a magyarságot, hogy egy helyen ünnepelhessük meg ezt az ünnepet, hiszen egyre kevesebben vagyunk, és az egymáshoz való tartozás, hogy még vagyunk, ezt az érzést közösen átélhessük itt Zomborban. Talán a föld teszi azt, hogy ilyen szívósak vagyunk, a fekete föld, hiszen azt tartott bennünket itt, a mezőgazdasággal foglalkoznak javában, akik itt maradtak, vagy pedig vállalkozásuk van. Azt gondolom, hogy ez a Szent István napi ünnepség is egy példa arra, hogy vagyunk, maradni akarunk, és megmaradni mindenképpen. Ez lélekbe felemel bennünket, azt gondolom, hogy ez erőt ad a továbbiakba, és úgy gondolom, hogy ezek az ünnepek átsegít bennünket a hétköznapok fáradalmain. A jelenlévők reményüket fejezték ki, hogy Nyugatbácskában van és lesz magyar jövő. Ma azért vagyunk itt, hogy tanúbizonyságot tegyünk saját magunknak, hogy még mindig vagyunk. Tanúbizonyságot tegyünk az anyaországnak, hogy figyeljen ránk oda, mert nem vesztünk el. És tanúbizonyságot tegyünk a körülöttünk élő népeknek, hogy itt akarunk maradni a jövőben is, meg akarunk maradni nyelvükben, kultúránkban, és itt akarunk élni velük együtt, ha az Úr ezen a földön tartott bennünket. Szeretnénk a jövőben is belakni őseink földjét, úgy, ahogyan azt lehetőségeink majd anno megengedik. Az idei rendezvény házigazdája Kubuszina volt.